14 gumicsónakban hánykolódó embert mentett ki a világ legnagyobb tengerjáró hajója. A luxus hajó Miami-ból Hondurasba tartott. A Royal Caribbean Társaság Icon of the Seas nevű óriás hajójának vissza kellett fordulnia, hogy segíteni tudjon a bajba jutottakon. A kimentett emberek állítólag 8 napja sodródtak a nyílt vizen. A gumicsónak utasairól nem adtak ki további információkat, csak annyit lehet tudni, hogy mindannyian a Honduras-i Roatanban szálltak partra.